takarékosság Máté Szalkán. December közepétől 3 hétig nem fogad új ügyet a polgármesteri hivatal. Köszönet sokszoros véradókat ismert el a megyei Vöröskereszt. Borosmisi Nyíregyházán a zongora virtuóz adott koncertet a Kodályban. Újabb takarékossági intézkedést hozott Máté Szalka önkormányzata. A város képviselő testülete a legutóbbi rendkívüli közgyűlésen arról döntött, hogy egy héttel meghosszabbítják a hivatal közigazgatási szünetét. A dolgozók ennek értelmében december 15-ét követően új ügyeket már nem fogadnak, és kizárólag sürgős esetek megoldásában segítenek. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A Máté Szalkai rendkívüli közgyűlésen arról is döntöttek, hogy új ügyeket január 2. hetétől fogadnak be a polgármesteri hivatalban. A sürgős ügyeket ugyanakkor a kialakult helyzet ellenére igyekeznek gyorsan megoldani. Több mint 10,5-szeresére emelkedett Máté Szalkán az önkormányzati hivatal épületének fűtési költsége. A problémát tovább fokozza, hogy a létesítmény elavult állapotából fakadóan nehezen felfűthető. Éppen ezért a városvezetés még korábban döntött arról, hogy péntekenként online intézik az ügyeket a hivatali dolgozók, a hét utolsó 3 napján pedig egyáltalán nem fűtik az épületet. A városvezetés legutóbbi rendkívüli közgyűlésén újabb fontos lépésre szánta el magát. Egy héttel meghosszabbítja azt a közigazgatási szünetet, amelyre eredetileg december 22-től adott lehetőséget egy kormányhatározat. A további spórolás szempontjából jegyző úr azt kezdeményezte, hogy Máté Szalka város önkormányzata ezt a december 22-től elrendelt, kormány által elrendelt igazgatási szünetet meghosszabbítja egy héttel, december 15-től. A december 15-től január 8-ig összesen 23 nap van, ezzel csaknem 7 millió forintot spórolunk meg a polgármesteri hivatal épületeinek a fűtése tekintetében. És itt két részre kell osztani azt, amire az igazgatási szünetet, amit a mai rendelkezés folytán kihirdetünk. Hanusi Péter hozzátette, a döntés úgy szól, hogy december 15-től 22-ig az önkormányzat dolgozói szabadságuk alatt csak a már korábban megkezdett ügyeket intézik. A lakosság új kérelmeit azonban majd csak 2023. január 8-ától veszik kézhez. A sürgős eseteket ugyanakkor a kialakult helyzet ellenére is igyekeznek minél gyorsabban megoldani. Jegyző úr és aljegyző asszony vezetésével egy olyan eljárásrendet dolgoztak ki, hogy szabadság alatt, még egyszer mondom, tehát itt nem az van, hogy a köztisztviselők kapják a fizetést és nem dolgoznak, hanem fizetett szabadságon vannak ebben az időszakban. De szabadság alatt is kialakították azt a működési rendet, hogyha sürgős dologról van szó, vagy egy lakos, vagy egy család életminőségét jelentősen befolyásoló negatív dologról van szó, akkor elintézik azt úgy, hogy online, telefonon ügyeletet tartanak, erre megvan a kialakult eljárásrend, a postákat ugyanúgy bontani fogják. Csak mondjuk, hogy egy profán hasonlatot mondjak, a elkésett karácsonyi üdvözlőlapok azok majd január 9-én kerülnek az asztalomra, de a sürgős ügyek, amelyek azonnal intézkedést igényelnek, azok viszont ugyanúgy a városvezetés asztalára kerül, az én, illetve a jegyző úr, a jegyző asszonynak az asztalára, és a soron kívül szabadság alatt elintézik a kollégák. Máté Szalka önkormányzata egyébként már októberben meghozta takarékossági intézkedéseit a város más intézményeinél. Ennek értelmében a városi sportcsarnokot bezárták, ugyanígy kellett dönteni a Szentpéteri Zsigmond Művelődési Központ és Színház színházi épületének esetében. A városi úszoda ugyanakkor a geotermikus energia felhasználásának köszönhetően a jövőben is nyitva tart. Sokszoros véradókat köszöntött szerdán a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. Olyan donorokat ismertek el, akik legalább 50-szer adtak már vért. Az ünnepségen jelen volt Román István főispán is, aki maga is sokszoros véradó. Így néztek ki az emlékérmek és kitüntetések, amelyeket a 70. vagy épp 100. véradásukért vehettek át Szabolcs-Szatmár Bereg megye véradói. A Kereskedelmi és Iparkamara nagy termében tartott ünnepségre több mint 100 vendéget vártak a szervezők. Gurály Edina azt mondta, a Provita díjakat már Budapesten átadták egy országos rendezvényen, most a megye legaktívabb véradóinak mondanak köszönetet.
Provita díjat az kap a Vöröskereszt, illetve hát a miniszterelnök úr jó voltából, aki nagyon-nagyon sokszor nyújtotta a karját arra. Ez több száz megmentett életet jelent egy-egy véradó esetében is, aki olyankor eljön és részt vesz ezen az ünnepségen, akinek át tudjuk adni ezt a díjat. Akkor, amikor én ott a méltatásokat hallgatom, ami ugye 19 megye is a főváros méltatása, 20 élettörténet szokott kirajzolódni, 20 véradó élettörténete, hogy kit mi motivált arra annak idején, hogy elkezdjen véradóvá válni. Nagyon sokan, most már egyre kevesebben lesznek, hiszen ez a generáció lassan kiöregszik a véradó mozgalomból, akik a sorkatonai szolgálatnál nagyon egyszerű okból lettek véradók, egy vagy két nap szabadságot lehetett érte kapni. A meghívott vendégekből álló közönség férfi tagjai közül többen is megerősítették, hogy két nap eltávozást kaptak akkoriban a honvédségnél. Vince Menyhért 55-szörös véradó és az egykori gépkocsi vezető oktatója tanácsára lett véradó. Azóta ő is több mint 50-szer nyújtotta véradásra karját, és azt vallja, ezzel nem csak másokat tud megmenteni, de a saját egészségének is jót tesz. Én azt mondom, mindenképpen fontos a véradás. Egyik az, hogy tudunk embertársaink segíteni. Másfél, én azt éreztem a saját egészségemi szempontból, hogy egy véradás után teljesen más az ember felfrissül. Az a mennyiség, amit levesznek az embertől, az szinte, úgy mondt, jobb esik, és úgy is jobb esik, hogy sokkal fittebb az ember, vidámabb. Jó érzi magát, különösebben nem készülök a viadásra, mikor megkértek és írnak, akkor megyek. Összesen 131 vendéget hívtak meg a megyében, akik már legalább 50-szer adtak vért. Közülük 17-en hölgyek, a többiek férfiak. Áncsán József 80-szoros véradó, az édesapja vitte el 1975-ben először Újfehértón egy véradásra, azóta rendszeresen él a véradás lehetőségével. Az egyik legkedvesebb véradása még a sorkatonai évek alatt történt vele. A honvédségi szobából lepedőbe éjszaka lecibáltok bennünket Szombathelyen a Malkusovszki kórházba, és egy iker szüléshez az anyukának hát hatamukat vittek le, én voltam az utolsó, és hát ment tőle folyamatosan sajnos a vér, a vérátömlesztések alkalmával. 1 liter vért vettek tőlem, 2 hétig nem szállhattam le az ágyról, és amikor az osztályos főorvos megkérdezte, hogy megmondta, ajánlotta, hogy amit csak kérek, megóhajtok, ez február volt, és 78, azt fognak részemre külön esetleg elkészíteni. És kérdezte, hogy mindjárt fog következni az ebéd, mit kérek ebédre, és mondtam, hogy hát tejfölös nokedlit, csirkehússal, és akkor mondja a főorvos, jó nagy bolond maga, fiam. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke kiemelte, hogy a véradók valódi hősök, akik önzetlenül segítenek olyan embertársaiknak, akiket akár nem is ismernek. Az emberi életnek értelmet igazából a szolgálat adhat, az a szolgálat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk, és hát azt hiszem, hogy a véradók, ők pontosan ezt a szolgálatot végzik. Román István főispán, aki maga is rendszeres véradó, úgy fogalmazott, az adventi időszak általában felerősíti a társadalom adakozó kedvét, de a véradók egész évben a legtöbbet adják magukból. Akik itt vannak, és akik rendszeresen vért adnak, az egyik legszebb feladatot látják el, mert hogy ezáltal segítenek olyanokon, akiknek bizony szükségük van erre, és azt gondolom, hogy évvégével itt az advent időszakban meg különösen érdemes odafigyelni rájuk, bár úgy egész éven zajlik a véradás, nem csak adventi időszakban, de ez az alkalom kiváló arra, hogy köszönetet mondjunk mindenkinek, aki vért ad, illetve aki részt vesz a véradás megszervezésében. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei folyamatosan szervezik a véradásokat, amelyekre az egészségügyi szempontokat figyelembe véve a férfiak évente 5-ször, a nők pedig maximum 4-szer jelentkezhetnek. Külföldi támogatásokat használt fel a magyar baloldal a 2022-es választási kampányban, amiért külföldi érdekek szolgálatát ígérték cserébe, mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP szóvivője egy Fehérgyarmaton tartott lakossági fórumon. A kormánypárti országgyűlési képviselő szerint kulcsfontosságú, hogy kiderüljön, kinek az érdekében politizál a magyar baloldal. És azt látjuk, hogy minél több részlet nyilvánosságra kerül ebből az ügyből, annál zavarosabb az egész. Korábban azt állították, hogy 1,8 milliárd forint, kiderült, hogy minimum 3,
Korábban azt állították, hogy egy honlapon gyűjtötték az aláírást, és mikroadományozók, magánemberek adakoztak pénzt. Kiderült, hogy a weboldalon 11 ember adományozott összesen, tehát biztos, hogy nem igaz, hogy ezek mikroadományozók. Az is kiderült, hogy nem csak a honlapon gyűjtöttek pénzt, hanem e-mail listákon, közösségi oldalon. Fölmerül a kérdés, hogy hogyan volt több tízezer vagy százezer e-mail címe egy pár hónappal ezelőtt alakult amerikai szervezetnek. Itt súlyos kérdések vannak, amelyekre választ várunk. Az biztos, hogy a baloldal hazudott, és most már egyre mélyebbre megy ebbe a hazugság erdőbe, hiszen a lebukott szereplők össze-vissza beszélnek. Amit most tényként tudunk, lebuktak, eddig hazudtak, és külföldi pénzt fogadtak el a választási kampányukba. Reméljük, hogy a következő időszakban minél több részlet nyilvánosságra kerül, mert a magyar emberek érdeke, hogy tudják azt, hogy a baloldal, amikor beszél, akkor kinek a megrendelésére beszél. A sünök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt kérik, hogy a kertek gondozásánál figyeljünk az ott élő állatokra. A zöld hulladék ilyenkor nagyon hasznos számukra, ezért lehetőleg ne szállítassuk el november végén. Az ugyanis nem csak a talaj minőségét javítja, de búvóhelyül szolgál a téli álomra húzódó sünöknek is. Köztudott, hogy a sünök téli álmot alszanak. Az, hogy mikor kezdik meg ezt, nagyban függ az egyedtől, a helytől és az időjárástól. A hímek szeptember végén, október elején is álomra húzódhatnak. Ők ugyanis nem vesznek részt az utódok nevelésében, így nyár végétől kizárólag a hízásra összpontosítanak. A sünök szervezete a tartós hideg beköszöntével hőt kezd termelni. A téli álom alatt pedig életfunkciójuk minimálisra, anyagcseréjük pedig az aktív állapot körülbelül 1,5%-ára csökken. Fontos, hogyha ebben az időszakban bolygatjuk a felhalmozott zöld hulladékot, akkor legyünk figyelmesek. Hogyha ezeket a feldepózott, elszállításra váló lombhalmokat felszámolják mondjuk november vége, december eleje, közepe környékén, akkor mindig óvatosan kell eljárni, arra kell gondolni, hogy ezek alatt már sün, vagy akár sünök is telelhetnek. Ha találunk egy telelő állatot, akkor ott a közelbe tegyük egy bokor alá, és jó vastagon, legalább derék vastagságban, magasságban halmozzunk rá lombot. De még jobb lenne, hogyha megváltoztatnánk a közpark, illetve a kert gondozási szokásainkat. Ez azt is jelenti, hogy sokkal kevesebbet kellene dolgoznunk, és sokkal kevesebb környezetszennyező, mondjuk gázolajat kéne elpöfögni a lomb elszállítással. Mit lehet tenni? Hát eleve a bokrok alatt ne is húzzuk össze a lombot. Mert ez például a nálunk telelő, itthon maradó vagy hozzánk érkező, például fekete rigók számára ideális táplálkozó területet jelent. Illetve a hullott lomb lehető legnagyobb részét, vagy akár teljes egészét halmozzuk a bokrok közé, ahol nem fújja el a szél, ahol nincs szem előtt, és egyébként egy körülbelül mellmagasságú lombhalom az néhány hét alatt felére, harmadára fog összetöppedni. Ezek a zöld hulladék komposztálására alkalmas halmok, nem csak a sünök, hanem más telelésre húzódó állatok, békák, gyíkok, számos beporzó rovar számára is hasznos búvóhelyül szolgálhatnak. A menedék biztosítása mellett fontos az is, hogy ne avatkozzunk a sünök természetes szelekciójába. Számos téves hír kering az interneten arról, hogy az ilyenkor megtalált állatot vigyük szakemberhez, vagy magunk teleltessük át őket. Ez szigorúan tilos. Egyrészt, mert védett állatról van szó, másrészt pedig azért, mert ezzel a sün állományt veszélyeztetjük. Ugye a sün egy szuper állat, szuper élőlény, gyakorlatilag a lakott területen nincs természetes állomány szintű ragadozója. Sőt, a vadonban sincs a sün állománynak állomány szintű ragadozója. Az ilyen állatok gyakorlatilag ragadozó hiányában túlszaporodnának. Ezt a természet úgy szokta megoldani, hogy például élősködőkkel, betegségekkel, illetve egyéb környezeti hatásokkal tartja őket szinten. Például az egyik ilyen nagy választóvonal a sünök esetében, nagy próbatétel a telelés. Tehát az a sünkölyök, ami nyáron megszületve nem tud felhízni őszre, az alapvetően nem alkalmas a túlélésre, az ilyennek el is kell pusztulni. Hogyha mi ezeket megmentjük idézőjelbe, és utána tavasszal elengedjük, akkor a sün állomány, az a helyi populációnak a genetikai állományát tesszük tönkre, hígítjuk fel, tehát semmiképpen ne avatkozzunk így be az életükbe, mert ezzel biztosan csak rosszat teszünk.
A sünök téli álma általában tavaszig tart, az enyhe tél azonban felboríthatja menetrendjüket. Ahogy tartósan 10-15 fok köré emelkedik a hőmérséklet, az apró állatok ismét előbújnak. A virtuózokban csaknem egy évtizeddel ezelőtt feltűnt Boros Misi, a zongora hercege lépett fel Nyíregyházán a Filharmónia Magyarország hangverseny sorozat keddi koncertjén. A junior prima díjas ifjú tehetség Chopin és Brahms műveivel kápráztatt el a közönséget. Boros Misit 2014-ben ismerte meg az ország, amikor 11 évesen kategóriájában megnyerte a virtuózok tehetségkutatót. Misi 4 éves kora óta zongorázik, naponta 8 órát gyakorol. Az elmúlt években számos díjat nyert, karrierje felfelé ível. A Zeneművészeti Egyetem hallgatója, de Münchenben is folytat zenei tanulmányokat. Már 3 CD-t jelentetett meg, a Nyíregyházi koncert anyagát, a nemrég kiadott Inspirációk című album adta. Teljesen különböző arcait mutatják meg a romantikának, és igazából mindkettő egész kiskorom óta már a repertoárom oszlopos tagjai, és ezért is gondolom azt, hogy nagyon jó harmóniában hallgathatóak, hiszen nagyon eltérő egyéniségek. Mondhatni homlok egyenest bizonyos szempontból, de azért ezt kijelenthetjük, és ez az ellentét, ez jól vonza egymást, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez megállja a helyét. Boros Misi fiatal kora ellenére több mint 300 koncertet adott már, fellépett a világ legnagyobb hangversenytermeiben, New Yorkban, Londonban, Milánóban és Párizsban, de tapsoltak neki Tokióban és Pekingben is. Szeretettel emlékszik vissza arra, amikor 2013-ban Nyíregyházán országos zongora versenyt nyert. Az idei évadban is számos fellépés vár még rá. Az idei szezonban még különböző projektek lesznek, szólókoncertek, zenekarokhoz is van felkérésem, illetve egy-két nagyobb produkcióban is majd benne leszek, úgyhogy változatos, és igen, számomra ez jó, mert az én egyéniségem is, én azt hiszem, hogy több oldalú, tehát az, hogy nem csak szólókoncerten, hanem egyéb területeken, akár balettáncosokkal is élő produkcióban jelen legyek, ilyen is lesz majd, meg volt is már, az különleges és hozzám közel áll. A Filharmónia bérlet következő hangversenyére január végén várják majd a zenebarátokat, amikor a Szabolcsi Szimfonikusok koncertjét láthatják a komoly zenerajongói. Rangos elismerésben részesült Kossik Anita, a Móricz Zsigmond Színház művésze. Idén ő kapta a Domján Edit díjat, amelyet annak a 40 év alatti vidéken játszó színésznőnek adományoznak, akit abban az évben arra érdemesnek tart a kuratórium. Idén Kossik Anita részesült az elismerésben. A díjat 1992-ben adták át először, és minden évben Domján Edit születésnapjához közeli időpontban, november végén vagy december elején hozzák nyilvánosságra. Két év szünet után ismét megrendezik a Móricz Kupa nemzetközi röplabda tornát. Csütörtökön és pénteken a házigazda mellett az UTE, az MTK, a szlovákiai Prešov, a szerbiai Kikinda és a lengyelországi Jászló csapata lép pályára a Nyíregyházi Móricz iskola tornacsarnokában. Izgalmas meccsek, jó hangulat, lelkes szurkolás. Többek között ezek jellemezték a Móricz Kupákat, az elmúlt két évben viszont nem lehetett részük ezekben az élményekben a gyerekeknek és a szülőknek. Tavaly a diákolimpiai sorozatot már megrendezték, és mindkét korosztályban a Móricz végzett az élen, ami azt jelentette, hogy Moraszki Gyuláné már 40 diákolimpiai aranyéremre lehet büszke. A testnevelő szerette volna, ha a nemzetközi torna is életben marad, így ha nem is a korábban megszokott 12 csapattal, de folytatódik a hagyomány. Ezzel a 6 csapattal is nagyon magas szinten fogunk röplabdázni, vágyjuk az izgalmakat, és örülünk a lehetőségnek, hogy még ilyen formában is sikerült megrendezni, magyarul újraéleszteni ezt a Móricz tornát, mert semmiképp nem szerettem volna, hogyha a 26-nál megállunk. Igazából a 29-dik lenne most, ha a Covid-járvány nem érje felül a helyzetet. Azt gondolom, hogy a gyerekek is nagyon várják, és
azért is gondolom, hogy magas szinten fognak röplabdázni a gyerekek, mert a magyar színvonalat nézve az UTE és az MTK-ba, valamint nálunk is van korosztályos válogatott gyerek, és a külföldiek is nagyon jó erőt képviselnek, úgyhogy azt gondolom, hogy akik kilátogatnak a mérkőzés sorozatokra, nem fognak csalódni. Mint az intézmény vezetője elmondta, az elmúlt két évben a COVID-járvány okozta nehézségek közepette is igyekeztek sportolási lehetőséget biztosítani a Móricz diákjai számára. Én úgy gondolom, hogy a sport az a terület, ami igen nagy szerepet kaphat ilyen helyzetben. A sportra odafigyeltünk az elmúlt két év alatt is, amikor csak lehetett, biztosítottuk a feltételeket mindenki számára, de a csapat sportok számára természetesen a szabályokat figyelembe véve, tehát a háttérben működött, és talán ez nagy segítség volt a gyermekek számára. Az UTE, az MTK, a Prešov, a Kikinda és a Jászló is erős csapattal érkezik az U15-ös tornára, a házigazda ennek ellenére szeretne hagyományaihoz méltóan szerepelni. Azt gondolom, hogy egy háromban mindenképpen benne kell lenni. Hát ha visszagondolok 2019-re, akkor döntőt játszottunk a Vasassal, sajnos alul maradtunk, így ezüstérmesek lettünk. Most azért jó lenne megnyerni ezt a Móricz kupát, mivel újraélesztettük, meg az alapszakaszt is harmadik helyen zártuk az első osztályban, az OGB-i csoportban. Hát én azt gondolom, hogy jó esélyekkel indulunk a tornán. A hat csapat két csoportban kezdi majd a tornát, a csoportgyőztesek egyből az elődöntőbe jutnak, míg a többiek keresztjáték után folytatják, az elődöntőkkel és a helyosztókkal. Az első meccs csütörtökön 9 órakor kezdődik a Móricz tornacsarnokában, az utolsó 13. mérkőzésen, a döntőn a tervek szerint pénteken 16 órakor indul majd el a játék. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Újabb takarékossági intézkedést hozott Máté Szalka önkormányzata. A város képviselő testülete a legutóbbi rendkívüli közgyűlésen arról döntött, hogy egy héttel meghosszabbítják a hivatalközigazgatási szünetét. A dolgozók ennek értelmében december 15-ét követően új ügyeket már nem fogadnak, és kizárólag sürgős esetek megoldásában segítenek. A szokott rendben január 9-én folytatódik a munka a polgármesteri hivatalban Máté Szalkán. Sokszoros véradókat köszöntött szerdán a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete, olyan donorokat ismertek el, akik legalább 50-szer adtak már vért. Az ünnepségen jelen volt Román István főispán is, aki maga is sokszoros véradó. A virtuózokban csaknem egy évtizeddel ezelőtt feltűnt Boros Misi, a zongora hercege lépett fel Nyíregyházán a Filharmónia Magyarország hangverseny sorozat keddi koncertjén. A junior prímadíjas ifjú tehetség Chopin és Brahms műveivel kápráztatta el a közönséget. November 30-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán éjszaka kissé borongós, de csapadékmentes időre lehet számítani, a hőmérséklet fagypont körül alakul. Napközben napos, de hideg idő lesz, eső nem valószínű. A hőmérséklet -2 és 5 fok között várható. A hét további részében a hőmérséklet éjszaka fagypont körül nappal 5-6 fok között alakul. Csapadéka az előrejelzések szerint egész héten nem várható.